Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és fejbe melem a mikrofon. Szóval, igen, sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra érkezett a parapéntek. Ezen a héten eszméletlen sok munkám van, de a szemem az már úgy majdnem közel, hogy 100%-os, és úgy érzem, hogy most már az erőm, vagy erőm is van még videózni. Ugye a múltkori parapéntek sajnos csak fél órás volt, most nem tudom, hogy mennyi lesz ez a videó, ugye mindig csak játszogatok, és akkor, de annyit bírtam. De most végre szabad napom van, sok-sok nap után újra. Úgyhogy, hát mivel is kezdhetném, mint a videózással, megpróbálok több videót felvenni a mai napon, ha bármi történne, meg igazából azért is, mert nagyon sok, ugye nekünk, ugye ilyenkor a szezon van a videójátékban, videójáték ugye konzolból van, úgyhogy Black Friday és stb. Tudjátok, karácsony hasonló, vagy mindjárt a karácsony konkrétan másfél hónap, úgyhogy, ja, vagy talán már annyi se. Úgyhogy erősen nagyon sokat kell dolgoznom. Viszont így az erő az nem olyan, mindig olyan, hogy van. És most úgy érzem, hogy videózni kell. Úgyhogy ennyi. Hogy videózok. No. Itt felkentem a sminkem. Hát azt már szerintem ott marad. Most egy-egy pontot ott láttok, az a design. Az a design része. Engedjétek el, jó? Rejtett szemhéjam van, és megpróbáltam cica tusvonalat csinálni, és én kicsit elsatírozni, mert olyan fasz a gyerek vagyok. Amúgy nem. Ennyire tudok sminkelni. Jó, ez szomorú szent pillanat volt. Na, mindegy. A lényeg az, hogy... Úristen. Kamerában rosszabb, mint gondoltam. Nem baj. Most már így marad. Így marad. Kezdjük is ezt a csodás játékot. Ide oldalra rakom a felvevő programot. Hogy jobban nézek ki. Valóban elmentek otthonról. Na, Made of Scare. Most sokat beszélnék már. Úristen. Ittem egy kávét. Szerintem azért annak van ilyen hatása. Igen. Attól vagyok zizi. De hát ezt megszoktátok, ugye? Úgyhogy... átváltok a másikra, míg az a csodás játék betölt. Addig bár itt már kicsiben láthattok. Drs, elment a kép, fekete képernyő. Ugye beindul ez a csod... Beindult! Ez a csodálat. Úgyhogy... múltkor, hol tartottam? Ja igen, még két ilyen lófittyet be kéne gyűjteni. Ami nem tudom, hogy hol van. Kapcsoljuk egyébként nagyobb fényt, hogy hát, ha jobb lesz nekünk. Nekünk! Itt van egy kamera. Azt a... Az anyád! Úristen! Legyettek a otthoni szerelést. Maszkó show forever! Ja, ez nincs bedugva. Haha! Basz! Haha! Egy kis... de fényes lettem! Megvilágosodtam! Talán így jobb, nem? Jobb az, hogy még egy kicsit a sötétebb a dolog, de... tükrözi a személyiségemet. Viszont... igen. Na, játék, töltődj, testvérem! Ne csináld ezt velem! Szóval, és ez még jobban világosabb lesz, ugyanis amikor majd a kamera, vagy kamera, mire beszélek a kameráról? Ugye a fény, ugye az izzó egyre jobban felmelegszik, annál világosabb az arcom.
tiszta megyek világosítva. Pedig olyan szépen fel izéit gyújtottam ezeket a fényeket, hogy lássátok. De még mindig olyan erősen világít, eszméletlen. Pedig már cseréltem benne. Kisebb izzóra is. Na mindegy. Softboxban. Hogy hát, ha akkor ez... a ketten jönnek! De jó! Na! Ezt közelebb csúszom. És itt hátrébb helyezem a testem. Na. Hát, még így is jó a hang. Legalábbis... legalább nem jön az arcomba. Annyira. Fú, de jó hangos. Jó, folytassuk. Tehát, mi mindig ott tartunk, ahol múltkor. Meg kell szerezni ezt a két lófittyet. Na, lófitt szerzésre föl. Ja, de közben visszarakom a telcsifon töltőre. Egy. Ez ilyen vezeték nélküli töltős. Na, hol vagyunk? Na. Kukucsokkolak, hello? Ja, igen. Azt pont meg akartam halni, azt hiszem. Azt nincs már ilyen... cuccunk! Konkrétan. Azt ott jön a tevenyereg, érted? Hogy kell guggolni? Azt ott vannak, érted, tiszta idegbe. Azt tudom, hogy egy gombot... Egy gombot már megnyomtunk, mocskos meleg... hangos! Nem, lassan... szerintem a betegségtől nem tudtam, hogy miket beszélek már lassan. Most jobban is látok amúgy. Anyádat! Úristen, mi történt? Ja, hogy így kell, ja, hogy meg kell nyomás. Nézd meg, tök idegbe lett. Nem bírja. De így jó, mert nem hallják a lépteinket, és ilyen suhanok. Már csak a lélegzetünket hallhatják. De azt megpróbáljuk majd visszatartani. Köszönöm. Itt állapotban vagyok, Móni! Megint. Ja, ezt húztuk meg. Ó, baszke, másik kartként. Na jó, az el fog erre jönni. Igen. És akkor remélem elmegy balra. Vagy neki jobbra. Nem balra, jobbra! És akkor... ha tervem sikerül... menjél már, ne állj meg! Menjél! Vagy idegben, ne menjél már, kell egy szalax, csapassad a testedet, menjél. De ez nem hiszem el, hogy itt csendben vagyok, mint a tavaszi holló. Aki nem, neki ment egy villanypóznának, és ez meg itt idegeskedik, hallod, a szalaxszal. Az is visszafelé megy, mert ott is van egy másik csürhedék, mert lemegy a lépcsőn, és ez pont arra megy, pont arra megy, ahova nekünk is menni kéne. Na jó, akkor megvárom még ez a nyomi. Elmegy arra. Itt már taktikázni kell. Itt elő kell vennem a taktikát. Mert... de amúgy esküszöm már, hogyha... egyébként a játék. Mert hogy hallják, hogy szuszogok? Hát hogy szuszog az csávogy?
ő Darth Vader, vagy mi? Aszmája van? Vagy ahogy nekem való életben, hogy... így veszi a levegőt, akkor meg megértem. Azt mondom, hogy jó testvérem, ezt meghiszem, el is hiszem, hiszen... azt én is meghallanám. Akkor is, hogyha... nagyot halló lennék, de így... nem is hallom, hogy szuszok, azt nézd már, hogy sétálok. Az ott megáll. Na, te menj egyenesen. Nem fordulsz jobbra. Úgy. Ügyes vagy. Menj, sétálgassál magadnak. Olyan jó gyerek vagy te. Tudtam. Menj. Ennyi. Kopogós cipőm van, az a baj. Kellett nekem az ünneplőset felvenni. Ha! Megijedtem. Gyere, fókál, Jóni. Tartsd még vissza egy kicsit. Na, kétszer rájultam, hallom, hogy dobog a szíve. Félveszed a hangot. És akkor... elmegy arra. Ideg állapotba lesz. És akkor nekem meg az a baj, hogy nekem itt erre kéne lemenni, itt. Mert... közelebb van a cucc. Itt ilyen nagyon suhanva kell menni, mert meghallják a kopogós cipellőmet. Ez megint ott világít. Tiszta idegbe van, érted? Sétálja. Oké. Menjél, nem követlek, eskü. Nem vagyok paparazzó. Menjél. Hes. Akkor most mi történik? Nem baj. Futunk, nem baj. Futni szeretek. Na! Egy megvan. A kérdés... hol van a másik? Ide ugye nem tudunk menni, mert ott ugye be van zárva. Kell egy kulcs. Itt ezt ugye ez a kérdőjel meg kell oldani. Na már most... nem tudom. Á, várjál, itt egy másik kérdőjel. Onnan most megyek el oda? Ó, de jó. Akartam is. Kérd mi, hogy ne nehezítsd már meg az életemet, mert már régen volt. Tiszta idegben van. Gyere hozzánk bedolgozni. Gyere!
vagy hümmög? Honnan? Kidört tördest össze. Az is elmegy jobbra. Értem. Na mi van? Valaki izé. Nagyon nagyon csípte itt nazotot. Okay. Aki nem tudná, kiről van szó, az egyik a WoW-ba egy főbossz. Egy isten volt, miki nem nyírtuk. Igen. Jó fele megyünk. Igen. És itt jobbra. Vannak ilyen csengők. Oké. Baszkit megijedtem. El kell csengetyűzni. De mind más hangja van, aha. Értem, nem jó. Mi volt a dallam? Mi a legutolsó? Oké. Okay. Csengetyűzni, mikor csendbe kell maradni. Ez egy milyen jó feladat. Be fogok pisélni, annyira izgulok, te jó ég. Jó. Hogy volt? Sétálja. Ne féljé. Elmentjük. Csak azért megvan. Aztán megpusztulok, értitek, akkor ideg állapotban. Jó. Már nem fogok. Szőnyegen van. Elment arra, nagyon helyes. Akartam is kérni. Mi van? Ó! Csukd be! Ó, kapd el!
tartsd vissza a levegőt a köhögés elnyomásához. Hát igen. Ez nagyon jó tipp napjainkban is, esetlegesen, hiszen... Ja. Csörög a telefon. Na, hol vagyunk? Na, aha. Na de várj, itt vannak még emeletek. Itt valami komoly szertartás volt. Hú! Ott mik vannak? Valaki járkál. Rajtam kívül? A csajsz megint telefonálgat. Ennek, hogy nincs egy jobb dolga? Thomas? Igen. Thomas? My uncle Abraham might be on the second floor now. De most ott vagyok? Tudod, hogy hol van? Ja, akkor ott vagyok, oké. Okay. No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Ja, mert csaj a padláson van. There is a way up to the attic, through my father's rooms in the west wing. You should be able to reach me that way. Okay. My uncle was not a man to be trifled with before. And now, I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. Vigyázok. Please take care, Thomas. Csihagyjál le! Minden rendben van. Majd én! Elbeszélgetek vele. De először is. Nézzük, mik vannak itt. Mi volt az? Földszint. Akkor... Ha minél jobban megsérülsz, annál nagyobb zajt csapsz. Ja, értem. Ja, akkor... Azért vesznek észre ezek a nyomik! Aha. Értem. Tesó, de jó. Oké, okay, világos. Világos, mint a vakablak. Na most... Ami csilingelő. Pim, 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 pim. Ó, milyen lag volt ez. Aha! Hello! Itt vagyok a földszinten! Ó, ez volt bezárva. Ó, ezen tudtam erre eljönni, mert hogy izé... És itt lehet kinyitni. Majd kinyitom, ne aggódj. Na, szóval oké, okay, első emeleten mi van? Nyitom ki, mert... Ki tudja, mik jönnek be. Érted? Nekem ne járgálgassanak a lifttel, mert lassan olyanok, mint a raptorok. Mindent megtanulnak, öcsém. Ki? Ezek... Azok kinyitják az ajtót, ezek a liftet fogják. Azért... Úgyhogy nem akarjuk, hogy raptorok legyenek, úgyhogy... Üsekavics. Ja, hogy innen menekültem az első szintről, ja értem. Bocsi, de nem jövök vissza, mert nem akarok itt csinálni semmit. De még az a hollós vagy valamilyen szoba még nem nyílt ki, úgyhogy... Ott lesznek problémák, úgyhogy na mindegy, mindenképp a második emeletet kell operálni. Balra. Oké, okay. Vagy jobbra, bocsánat. Más tudom, melyik a jobb meg a bal, nem... Oho! Hoppá! Itt... Elszabadult a havi vérzés. Hát igen... Durva dolgok lehettek itt, na mindegy. Ó! Oh! Holló! Anyó! Ó, oh, de most mi? Ó, oh, most... Mi bántják a kisbadarakat? Már ezek nem csak kisbadarakat bántanak! Emberfejek? Oké, okay, fasz. Jaj, oké. Okay. Jó van. Micsoda szép gyűjtemény. Ha! Micsoda csont kollekció. Ott egy papír. Jó van, ne köhögjé. Drága Elizabethem, bár nehéz szívvel írom most ezeket a sorokat, hiszen kevés időnk maradt, együtt szeretném, ha tudnád, hogy nagyon szeretlek és becsüllek téged. Ajaj, itt valaki le akarja csapni a kezemről a nőmet, hallod? Annyi mindent el kellett volna mondanom neked, ez a ház és a tengeri mélységek, amelyek mellett áll rengeteg titkot rejt, és közöttünk számos kimondatlan szörnyűséget, és attól félek, én is bűzésük voltam. Fiatal lányként elragadott a nagyapád és édesapád önhítsége.
Ja, az anyja, bocsánat. Azt mondja, a felfedezéseik által biztosított hatalom és hírnév ígéretétől. Ha létezik igazság ebben a földi világban, ahogy túlvilágról állítják ugyanezt, akkor törlesztem az adósságot. Oppá! Mindössze azt kívánom, ne fizess meg te és az én bűneimért. Annyi mindent tennem kellett volna még. A legnagyobb bánatom, hogy gyengének bizonyultam elhagyni a Scare Hotelt. És nem vihettelek el erről a helyről, miután teljesen a varázsa alá kerültem. Nem szeretném, ha ezt a hibát te is elkövetnéd, hagyd el ezt a helyet. Ne nézz hátra, és ne engedd, hogy elcsábítson a mézides dalával. Drága lányom! Oké. Okay. Kérlek, ne sírj, értem, de akarom, hogy tudd, teljes szívemből szeretlek, örökké szeret, Prudence. Nem az, hogy anyád, vagy valami, amint, hogy... Ne köhögdössé. Csitulj! Hát csak egy kis por. Hát, majd kitakarítunk, ne félj. Ott is egy szegi! Ó, oh, mamma mia, szent jó úr, és én arra nem megyek. Menjenek arra, akinek két anyja van. Na! Mi van? Erre is egy szél meg a... Akkor most merre menjek? Én félek mindenfelé menni. Ó, te! Na jó van, akkor egy oldalra induljunk meg, amerre kezdtük. Azt itt van a nagybátyja valahol itt erre, érted? Hát... Ki vagyok az élettel? Térkép! Ho-ho-ho! Oké. Jó. De jó. Hagyj már egy cigit. Jó, az a fél, amit eldekkeltél, az is jó lesz, csak gyújtsuk meg, azt ne idegeskedjünk. Ezt ki lehet majd nyitni. Ó, alig várom, te jó ég, gyerünk. Ó, és... Az a mi van ideírva? Az van, is. Oké. Okay. Ó, de jó. Vártam ezt a pillanatot, mikor kapok szívinfarktust. Itt van a fal mögött. Ez a nagyapja? Vagy a... nagybátyja? Azért... De várj! A régi időkben vagyunk. A férfinak itt új udvarolhat egy nőnek, hogy be kell a családban először mutatkozik be, mint a nővel, érted? Tehát, hogy meglátja az utcán, mit tud a nő személy? Az kell nekem. Akkor fogja. Oda megy tesóhoz, apához, nagybátyához, az kell a nő. Oké. Okay. Ezt akkor meg kell győzni, érted, hogy hogy te vagy a legjobb férfi a számára. Ezt nem mutatkozott be ezeknek. Csak jaj, drága szerelmem, meg mit tudom, ezt plátóiba nyomták, vagy micsoda? Érted? Hát ez nem így működött régen. Erre meg ezt így. Drága szerelmem, gyere azt mentsél meg, mert bezártak a toronyba. Vagy bezárta magát, de tök mindegy. Azt nem ismeri se az apját, se az anyját nem ismerte, se a nagybátyját. Ezt hogy csinálták ezek? Jó van titokban, de az nem lényeg. Ó, ezt a kés vegyük föl. De tegyétek be a problémám. Milyen jó, man! Hallod? Tiszta Skyrimbe vagyok. Ó! Oh! Ezek kulákok. Van itt nekik minden. Már csak a Mona Lisa kéne ide. Nem szégyeled magad? Ez egy családbarát történet. Erre... Mutogatja. Le fogják tiltani a videót. Ez családbarát. De milyen jól néz ki már, hallod? Tomás vagyok. Szervusz, Ervin. Mondom, Tomás vagyok. Azt mondtam, hogy Ervin. Igen, uram. Mi?
Várj, erről kell, ez a le, el, nem. Ellene kell majd menekülni, hát akkor letérdele. Hát, nem. Akkor el kell mennem pisilni, nagyon nem bírom. Hú, tesó. Az a nő mondhatta volna, hogy amúgy a nagybácsám egy állat. Ja, jó. Gyilkos. Ha-ha-ha! Jó van, ott az apja meg az anyja, jó van. Hát itt, látszódok, jó van. Na! Elizabeth Ellendának szövege? Na! Aludj csak gyermekem a keblemen. Ó, kényelmes és meleg, hát még szép. Anya karjával szorosan átölem. Keblemen egy anya szeretetével. Semmi nem zavarhatja, meg álmodat senki sem árthat. Aludj békében, drága gyermekem. Szép. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó az a dal, hogy esélyszem. Csókolom. Nagyon be vagyok tolva, gyerekek. Letipem a hajón. Jó, azt nem tudtuk felfedezni, arra nem mentünk még el, szóval erre lesznek itt a problémák. Úgyhogy elmegyünk balra. De ez a zene is a játék alatt, hát... Hello! Hát az milyen szobája van már? Jó, hát egy kicsit belejött a... Oho! Aha. Oho! Megijedtem. Ebben nincs egy luk. Jó. De ez milyen menő... Ah, ez milyen menő szoba volt már, halló? Most nekem ez annyira menő. Most ez kint este van, na nézzünk már ki, várjál már meg. Ez a hotel az amúgy... Alapból tök jól volt meg minden. Nem tudok ki, nem látok ki az ablakon! Tiszteletek, jó. Kéne valami pucolós ember. Van valami. Lehet menteni. Jó van. Ó, hát itt mentünk. Ó. Ki vagy te? Hát én. Tomasinho. Time has run out. Father intends to use his grand harmonium, a machine he has devised tonight. To use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff. A dress rehearsal for his grand reopening. One final test before... Oh, I'm not ready. I've tried to compose it myself. Tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked. But at last, two composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still. Slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love. Tesó, egyre nekem szóltál azt, hogy a két zeneszerző már itt jött. Azt én vagyok a csávód, érted, aki zeneszerző. Azt ez jó. Jó. Hát jó van. Ez a... Mi? Jó van akkor. Akkor este van. Hát értem. Bedőlt egy fa! Ha, nem kell, már kivágunk a karácsonyfát, jó lesz. Most
csak meg kéne foltozni a tetőt. Nem baj. Elizabeth. Ja, a csajom. Ja, értem. Na, milyen szobája volt? Hallom. Ó, várja. Az éneklés elutasítás idegesítette apámat, de csak a tervét sikerült késleltetnem vele. A lény dalának lejátszás az egyik szerkezetén keresztül most felemészti őt. Léteznie kell egy eszköznek, amivel ensúlyozható, tompintható, vagy megszüntethető a befolyása, egy dallam vagy ének, amely ellenpontként működhet? Segítségre lesz szükségem, de hogy lássak neki? Túl hatalmas a dal, kikerülésének kockázata. Esetleg a több részre bontanám, ahogy az apám tette a felvételeivel, és megközelítenék velük egy-egy zeneszerzőt. De kit kérdezzek? Legkedvesebb Thomasomat, hát persze, de rajta kívül... Thomas Evans, Matilda Norton, Arthur Morris és Harry Hodges. Ah. Jó van, hát persze, akkor így már értem. De. Jó van, jó van. Igen, itt a Chelsea menekült, látszik, mert... Itt. Saját magában volt itt kitéve a falon. Az igen. Az már! Te vagyok tojba, hello. Köhögjé, jó van. Tudod, láncdohányos vagy, értem. Jó lesz. Jó lesz ez. Én már itt már most érzem a fejlődést. Na jó. Merre menjünk tovább? Azt mondja, hogy... Na, szóval, és tettel. Itt lesz egy ilyen... Egy ilyen henger. És itt volt valamit, nem csináltam meg a földszinten. Az de jó, vissza kell menni pincébe. Itt volt egy itt kell van egy, amit nem fedeztem föl. Kert. Na, a kertben és volt egy ilyen henger, amit nem vettem fel. Az első emeleten ugye ez nincsen kulcsom. Tehát azt most ugye Mr. Hyde elvette. Most így fogjuk hívni. Első emeleten voltunk, ugye amit mondtam, hogy itt nem volt hozzá kulcs. És a második emeleten most vagyunk. El kell menni a hengerért. Erre. De jó. Oké. Akkor... Most, hogy felültem, nagyon benne van az arcomban, ilyen széles a monitor. Nem is látszik. Szerintem... Nem. Nem fog látszani, sokkal szélesebb. Nagyon nagy... Nagyon nagy monitorom. Mint így. És tök durva. Na! Ez mi? Oh. Hello? 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 Mi van itt? Semmi. Értem. Az nem baj. Na, hol vagyok? Ja, így vannak ilyen... Várjátok. Vannak ilyen csapóbigyók. Tényleg. Az első metre, és akkor vissza kéne menni. Nem. Földszint. Földszint.
hogy mindig el a kerthez? Az a földszint? Vagy arra? Gondolom. Viszont akkor ide jutok. És akkor... És akkor... Vagy... Hát különböző módok vannak. Azt, hogy nem kéne szeszed esetleg a hengereket? Csak úgy kérdezem. Mert meg a játékot tovább folytat. Mi van? Ja, kéne róla a kulcs. Jó. Ott van egy ilyen izé, amit le lehet nyitni. Jó. De ott is ilyen van ilyen lenyitó. Várjátok? Jobbra. Itt. Ezt itt nem tudom lenyitni. Engem átvertek. Basszus. Na jó, akkor viszont csak belülről. Belülről meg... Nem is tudom, hogy lehet bemenni. Na mindegy. Üsse kavics. És akkor... hogy jöttünk ide föl? Erről, ezen át. Szerintem amúgy nem lenne rossz felszedni a... Tudom, hogy itt most biztos lenne még feladat. Sőt, látszik, tehát látom. De... és akkor... Erre is be lehet menni. Tökéletes néz ki. Vissza kéne menni akkor. Tudom, kicsit fárasztó, de... Ezeket nem csináltam meg, és akkor ha nem veszem fel a hengereket, akkor nem lesz meg a csajnak egy összegyűjteni, és akkor nem lesz meg a... Itt van, az összegyűjtött hengerek a térkép képernyődön követheted nyomon. Ja, az összegyűjtött hengereket. A térkép képernyődön. Azokat már összegyűjtött? De nem! Nem, mert ha összegyűjtöttem volna, akkor ott a térkép, akkor szürke lenne, de ott nekem fekete, tehát arra se jártam. És a csajnak viszont kell henger, méghozzá szem... Mennyi? 4? Nem emlékszem már. De kell neki henger. Így. Oh, mennyivel kényelmesebb. Na. Na. Zárva. Erre este tudunk jönni. Akkor... De itt is lesz valami. És itt van egy ilyen izé, tehát ezt is ki kéne deríteni, hogy ez mi. Jó, hát akkor... nem hiába van ez az izé itt, hogy is jönnek. Tiszta retek vagyok. Ó, anyád mennyien vannak. Jó. Nekem a másik irányba kéne menni. Na, mibe akadtam el? Ja, nem tudok lépcső... Mi? Nem tudok fölmenni. De fel tudok. Na, ezért nem kellett volna kinyitni. Bejön ide a nyomorék. Nézd meg. Van bagolva, hogy mi baj van. Nyugodjál meg! Látod, a lépcsőt is se tudok! Tiszta idegben van. Menj egyenesen. Végre. Na! Szóval... Egyenesen és...
most itt jobbra lesz. Elmentem ezt a retket, mert jaj! Tudod, hogy itt bántani fog valami. És akkor itt lesz, elméletben. Kimegyek, és akkor... Hát a szivad! És akkor itt van valami. Ez. Ezeket a hengereket mutatja, és nem mentem el értük. Igen, ez a második emelet, mutatta ezt, és ugye ezt itt. Aztán mutatta a kertet, mutatta a... Ez nem tudom melyik, ez a kert. Mutatott egy olyat, amit nem tudom micsoda. Ott még nem jártam ezek szerint, mindegy. Ez a kert. Ez az második emelet. Ez ahol még nem jártam, vagy nem tudom mi ez. És ez a földszint. Szerintem. És... Szerintem. Így is van, erre mutatok valamit. A kert. Egy-egy, beakadtam a falba. Nézzétek, hogy kimenni a falból. Jaj, de idegbe vagy! Felkérnek egy kis Xanaxot. Nem bírja a stresszt. Tanítsd a feladatítető babák után a játékban. Oké. Okay. Azt csinálom, test... Azt csinálom! Szóval... Földszint. Kell az a... Mennyi? Volt egy... Úgyse tudok menni. Volt egy kertünk, mutatta. Volt egy második emelet, mutatta. Volt egy olyan rész, ahol nem tudom, hogy hol vagyunk. És volt egy olyan, ami... Erre kéne nézni. De most... Még egyszer. És... Ground floor. Mondom én. Ground floor az ez, és... Valahol itt. Vagy még egyszer. Kert. Második emelet. Second floor oda van írva, sem jól látom. Banner, vagy mi ez? Nem tudom olvasni. Jó, mindegy. East. Igen.
Valamerre erre. Ha, és még itt látok alul, meg egy darab sincs meg. Ajaj, hát az baj. Jó, hát akkor... Ez kell nekünk. Csak rájövünk már lassan a titkokra. Hát azt, ezek szerint csak ide erre kell menni, nem? B. Ajajaj! Bajba leszek. Össze kell, gyerekek, össze kell gyűjteni, nincs mese, ezt már az elején össze kellett volna gyűjteni. Jó van, hát ilyen okos gyerek vagyok, látjátok, hogy utólag így, menjünk, csak így elráérünk. Na, hol vagyunk most? Pénze... És... Jó lenne eljutni ide ebbe. Itt van valami. Jó van. Ezt eredjünk. Kimenni egyenesen, balra. Oké. Pont követni kell. Kéne. De itt van egy ilyen izé mentőszoba. Ó, de jó. Tuti, elmentem. Sorry, sorry. Egy darab izénk sincs. Vajon meghaltam, úgyhogy most már fel vagyok épülve. Hú, de jó. Balra egyenesen, és akkor ide kéne eljutni, és akkor jó, követem az utat. Van olyan kulcs, amit nem talán? Van, jó. Bocsánat, hogy mindig nézem, de... Mennyi? Legy ideges. Hallod, mit forgolódsz te? Majdnem ráköhögtem. Kinyitódnak mellette azok a valami. Az ajtók, csak úgy. Pont. Belemegy! Azt meg mennyi van? Előle. Ez kell. Eddig miért nem jártam itt? Isaac-tel rajzi feljegyzései. Négy darabra szétválasztás biztonságosabbá tette a kísérletezés, mivel a dal teljes hatása csak akkor lép működésbe, ha azokat egymás után sorba játsszák le. De mégis hogyan mérsékelhető és kontrollálható ez a hatás, amikor kombinálják őket? Mint például egy dallam egy álomban már majdnem sikerült elérnem. Négy hengeres mechanizmus. Kerberos, Hades, Vérebe, Medúza, a szirén, a hős, a tűk, zenehenger csatlakozó. Igen. Jó vagy, de van egy ilyen. Ó-ó. Itt. Mi ez?
le lesz zárva, mi? Nem. Ez be volt... Állj! Ja, hogy aha, be volt zárva, de ugye... Csak ez a szoba volt, és akkor nem jöttem el soha erre. Vagy eljöttem, de nem mentem be, és mindig így megkerültem, és így erre mentem, de ez kimaradt. És arra mentem Elizabethhez, és lehetett itt fölmenni, és ezt megkerül, és akkor erre mi van? Hol vagyok most, pince? Aha. Csak az a baj, miért nem mutatja a pince, hogy erre rákattintok, erre hova megy? Mert biztos, hogy nem ide, mert itt a izé van. Talán itt, de itt is egy lift van. Akkor talán erre. És a kert. Akár a kert is lehet erre. Vagy erre van. Vagy erre kell jönni? Én erre nem megyek át még egyszer. Akkor inkább valahogy itt erre kéne jönni. Csak kinyitódik. Van valami... Valami... Vannak bajok itt. Na mindegy. Háj. Csak víz. Ez miért erre jön? Erre bezdeg nem jött ideje. Na, és akkor innen... Erre is el lehet menni. De arra nem jó. Mindenképp egy itt jobbra. És akkor... Beszéltem az Elizabeth-tel. Itt is. Nem válaszol, jól van. Nem is le fogok közelni. Oké. Csak nyugalom. Pánikra! Minden okunk megvan. Teljesen jó, felmegyünk egyenesen, és akkor igazából csak előre. Megijedtem. Ah, jó van. Nagyon falba mászóak vagyunk. Na! Nagyon jó, és akkor itt elmegyünk, és akkor nem megyünk.
Menjél, sétálgassam. Na, pont arra kéne mennem, mert a csávó van. És akkor a... falban itt lesz. Egy ilyen. Most már biztonságban vagyunk, oké. Okay. És... jobbra. És... egyenesen. Aztán jobbra. Aztán, mint a kis csótányok, elmegyünk balra. Oké. Okay. És akkor... valamelyre erre kell menni. Jaha. Na jó van, hát! Hagyjál már békibe! Persze. Beidegült. Beidegült. Jó, hát... most elfakározik. Jó. Szerintem a hengereknek a keresését itt innen fogjuk folytatni. Nagyobb projektnek tűnik, mit gondoltam. A hengereket megkeresni igazából. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a rész, és innen fogjuk folytatni következő hét pénteken. Így péntekén, úgyhogy találkozunk legközelebb akkor is, úgyhogy... illetve, ha nem szeretnétek lemaradni a következő videóról, és még nem iratkozzatok fel a csatornára, viszont tetszett nektek, amit láttatok, legalábbis nagyon remélem, akkor ne felejtsetek megnyomni egy feliratkozás gombot, illetve természetesen akkor mellé egy kis csengőt is, hiszen anélkül a YouTube nem küld értesítést arról, hogy valami felkerült a csatornára. Úgyhogy... én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek, találkozunk következő héten, pénteken. Úgyhogy jók legyetek addig is. Sziasztok!